1957. augusztusa. Missouri felett az amerikai légierő egyik gépe bajba került. A zuhanó repülőgépet a teljes legénység elhagyta. Ami ezután következett, abból legenda lett. Azt hitték, a pilóta nélküli gép darabokra törik. De ehelyett sértetlenül földet ért. Ez a DC-3-as története. A repülőjé, amely megváltoztatta a jövőt, és új korszakot nyitott a légi közlekedésben. Lenyűgöző volt. Főleg hírességek és üzletemberek utaztak vele. Háborús hőssé vált. Láttam már úgy is, hogy tele volt lyukakkal, és kiégett a motor. Csak előállt azzal, hogy valami forradalmi ötletet akarnak bemutatni. Ez a fejlesztés a ma általunk ismert repülés fogalmának alapköve. Ez a gép az amerikai és a globális légi közlekedés lelke. A repülő, amely forradalmat kreált, és megváltoztatta világunkat. A repülők, amelyek megváltoztatták a világot. DC-3-as. 13 ezer amerikai ejtőernyős indul bevetésre Franciaországba, hogy végrehajtsák a történelem eddigi legnagyobb légitámadását. Köztük volt a 21 éves Don Jakeway is, a 82. ejtőernyős hadosztály tagja. Amikor a repülőn ültünk, hátradőltem, és az járt a fejemben, hogy mit is keresek én ott. Olyan területeken kellett áthaladniuk, amelyek tele voltak német légvédelmi ágyukkal. A gépeiken azonban nem volt sem fegyver, sem védőpáncél. Ennek oka, hogy a C-47-esek valójában DC-3-asak, azaz utasszállítók, amelyeket katonai géppé alakítottak át. Nem volt sok esélyük a túlélésre. Ridgway tábornok közölte velünk, hogy a balesetek aránya úgy 85%. Ez azt jelenti, hogy 100-ból 85-en nem fogják túlélni. De az ejtőernyősök hittek abban, hogy a nagy, csúnya, Goony Bird nevű gépük elviszi őket a célállomásra. A pilóták között ott volt Julian Budrice is. A C-47-esek szárnyai gyakran úgy csapkodtak, mint egy madáré, mivel nagyon hosszú volt a tesztávolságunk. De ennek ellenére teljesen megbízhatóak voltak. A gépek a terv szerint szoros formációban repülték át a La Manche csatornát. De úton Franciaországban történt valami. Már majdnem megérkeztünk, mikor is hatalmas ködbe kerültünk. Senki sem látta egymást. Minden elsötétedett. Mire Bud kitört a ködből, elszabadult a pokol. Ahogy kiértem a ködből, láttam, ahogy a gépeinket sorra robbantják fel a légvédelmi ágyunk. Voltak, akik összeütköztek és lezuhantak. Azaz 5 perc igazi rémálom volt. A szövetségesek élete a C-47-esektől függött. Az ejtőernyősök feladata az volt, hogy kiszabadítsák Franciaországot Hitler karmai közül. Ez bármely harci gépnek kihívást jelentene, főleg egy olyannak, amelyet eredetileg utasszállító gépnek terveztek. Története 1932-ben vette kezdetét, amikor egy levél érkezett a Douglas Aircraft Company nevű repülőgépgyártó céghez. A levelet az igazgatónak, Donald Douglasnek címezte Jack Fry, a TWA fejese, ami akkor egy új légitársaság volt. De ez nem egy szokványos üzleti levél volt. Egy új gép hivatalos papírjait tartalmazta, mely forradalmasította a légi közlekedést. A 30-as években a légi utasszállítás még csak gyerekcipőben járt, és igen drágának is számított.
Egy repülőjegy Kaliforniából New Yorkba körülbelül $300 került. A 30-as években az egy új autó ára volt. Mivel Amerikát is sújtotta a nagy gazdasági válság, a repülés csak a gazdagoknak volt elérhető. De valójában a gépeken való utazás egyáltalán nem volt fényűző élmény. A reklámokban mindenki boldog volt, és lakomákat tartottak az úton. De ez egyáltalán nem volt igaz. Nagyon zajosak, húzatosak, kényelmetlenek, és elég lassúak voltak azok a gépek. A pilótafülkébe beáramlott a füst és a gáz. Az emberek néha rosszul voltak egy-egy repülés után. Ezek a gépek 1500 méter magasan repültek, ahol nagy volt a turbulencia. Egy nyugodt napon nem volt semmi gond, de ellenkező esetben ugrált a gép a levegőben. Valójában a korai utasszállítókkal való repülés igen veszélyes mulatság volt. 1931-ben meg is történt a katasztrófa. A TWA egyik gépe 9 emberrel a fedélzeten lezuhant a Kansas-i prérire. A repülőgép szó szerint szétesett a levegőben. Az összes utas meghalt, köztük Knute Rockne is, aki a Notre Dame legendás futballedzője volt. Nem az időjárás vagy a pilóta miatt történt, a gép egyszerűen szétrohadt belülről. A baleset felnyitotta a befektetők szemét. Mielőtt az utasszállítás nyereséget hozna, először biztonságossá kell tenniük, és megfizethetővé. A két fő ok, mely visszafogta a légi közlekedés elterjesztését a történtek után, az egyrészt a repüléstől való félelem volt, másrészt pedig az, hogy kizárólag a gazdagok tudták megengedni maguknak. Az első alkalmasnak tűnő repülővel a Boeing repülőtársaság állt elő. A Boeing 247-essel. A Boeing 247-es volt a világ első modern utasszállítója. A Boeing új repülője 50%-kal gyorsabb volt a híres Ford Tri-motornál, miközben 5 évvel kevesebb lóerőt használt. Hihetetlenül hatékony volt. Az egyfedelű dizájn egy alsó elhelyezkedésű konzolos szárnyal rendelkezett, mely minimálisra csökkentette a légellenállást. Szerkezete erős alumínium ötvözetből készült, amely repülés közben is stabil maradt, ezzel kényelmesebbé téve az utazást. Ezek mind fontos tényezők voltak. Ezek tették a 247-est forradalmivá. A United Airlines azonnal rendelt 59 gépet, ami közel 2 évig elég is volt nekik. Ezzel a United rendelkezett a legjobb repülőkkel a piacon riválisaikkal szemben. A Boeing kiadott egy közleményt a légitársaságok számára. Ha a United megkapta a gépeit, akkor jöhet a többi. De az egyik társaság sem volt hajlandó várni. A TWA igazgatója kitűzött maga elé egy ambíciózus célt, hogy megépítsék a 247-es riválisát. A felhívásra válaszoló cégek között ott volt a kaliforniai Douglas Company is, Donald Douglas-szel az élén. Donald Douglas nagy embernek számított a repülés történelmében. Már az elejétől a részese volt. Douglas képzett mérnök volt és elismert üzletember. Igen meggyőző volt. Rengeteg repülőt adott el pillanatok alatt. Jól értett a papírmunkához is. Tisztelték az emberek. Douglas erős katonai repülőgépeket tervezett. De a TWA nem csak egy 247-es klónt képzelt el magának, hanem valami nagyobbat és jobbat. A 247-es sem tartották elég jónak. És itt jött a képbe Douglas, aki ugyan a 247-eset vette például, de ennél jóval tovább ment.
De egy olyan utasszállító megtervezése, amely lekörözi a Boeing 247-est, nem volt egyszerű feladat. Donnell Douglas a legjobb emberét bízta meg. Pártfogoltját, Arthur Raymond mérnököt. Raymond egy igazi amerikai zseni volt, tele ambíciókkal. Doug nem csak, hogy a legjobb mérnöknek tartotta, de úgy vélte, ő egészen biztos képes lesz végrehajtani a feladatot. Douglas 7 napot adott Raymondnak, hogy előálljon egy tervvel. A feltételek nagyon nehezek. A gépnek 25%-kal messzebb kell jutnia. 1600 kilométert kell megtennie egyfolytában úgy, hogy 12 utas szállít, kettővel többet, mint a 247-es. Igazi szerencsejáték. Ha Raymond sikerrel jár, az megváltoztatja a Douglas Aircraft Company jövőjét. Ha elbukik, a társaság akár csődbe is mehet. ...1932. augusztusa. A Douglas Aircraft mestermérnöke Arthur Raymond előáll az új utasszállító repülőgép terveivel, a DC-1-essel. Az eredmény mindenkit megdöbbentett. Amikor a TVA meglátta a gép első vázlatait, eléggé összezavarodtak, mert egy kétmotoros repülőgép köszönt vissza rájuk. A Boeing 247-es már bebizonyította, hogy a kétmotoros gép hatékony. De a Kansasban történt katasztrófa után a TWA kifejezetten kérte, hogy 3 motoros legyen, 2 a repüléshez és 1 a biztonság érdekében. Akkoriban annyira rossz volt a gépek aerodinamikája, hogyha egy kétmotoros gép egyik motorja leállt, akkor egyszerűen lezuhant. Ezért volt szükség egy 3. motorra, a biztonság megőrzése érdekében. Ekkor szólalt fel a Douglas Company. Nem, nem teljesítettük azt, amit kértek, ehelyett valami teljesen újat kreáltunk. A TWA műszaki tanácsadója nem más volt, mint Charles Lindbergh, aki 5 évvel korábban először repülte át szólóban az Atlanti-óceánt. Lindbergh nem igazán hitte el, hogy egy ekkora repülő működőképes lenne egy motorral. Fog ez repülni? Igen, egészen biztosan. Ha így lesz, akkor megvesszük. Raymond az egész cégét feltette a DC-1-esre. A költségeket nem fedezte az eredeti szerződés, így addig nem kereshettek belőle pénzt, míg piacra nem került a fejlesztésük. Raymond egy igen összetett aeronautikai képletet használt a DC-1-eshez. Hogy bizonyítsa, a gép egy motorral is tud repülni, a Caltechhez fordult, mely épp egy új légi közlekedési technológián dolgozott, a szélcsatornás teszteken. Talán kimondhatjuk, hogy a Douglas DC-1-ese volt az első tudományosan megtervezett amerikai repülőgép, és hogy kulcsfontosságú szerepet játszott a Caltechben végzett tesztek sikerében. A kezdeti tesztek azonban aggasztóak voltak. A TWA-nek tett merész ígéretek ellenére a DC-1-es nem bizonyult túl stabilnak, még 2 működő motorral sem. Ennek a fő oka legfőképp a súlypont elhelyezkedése és a szárny, illetve a törzs illeszkedése volt. De Raymond nem adta fel. A csapat több mint 200 kísérletet hajtott végre, mikor megtalálták a megoldást. Mint akkoriban a legtöbb gépnél, a szárny eleje derékszögben állt a gép törzsével. Raymond felfedezte, hogy a szárnyak elferdítésével a súlypont is eltolódik, ami javítja a repülő stabilitását. Ez a felfedezés annyira sikeresnek bizonyult, hogy ha megnézzük a mai repülőgépeket, láthatjuk, hogy mindnek hasonló alakban állnak a szárnyai.
Ahhoz, hogy a mérnökök minimálisra csökkentsék a turbulenciát és a légellenállást a szárny és a törzs között, kifejlesztettek egy úgynevezett lekerekítőt. Ez az íves kis alkatrész a szárny és a törzs között van. Nagyon hatékony. Ezzel a módosítással létrejött egy stabilabb gép, amely akár egy motorral is gond nélkül tud repülni. A szélcsatornás tesztek azóta nélkülözhetetlen részévé váltak a repülőgépek tervezési folyamatainak. Az Airbus A380-as 5000 órányi szélcsatorna teszten vett részt, mi alatt minden elképzelhető részleten finomítottak. A 30-as években Douglas csapata azzal a problémával küzdött, hogy hogyan lassítsák le a hatalmas gép landolási sebességét. A megoldás alapvető szerepet játszik a modern repülőgépek tervezésében. Akkoriban még nem voltak kifutópályák, csak nagy üres területek. Nem kérhettük azt a városházától, hogy építsen egy új repülőteret egyetlen egy gépnek, így muszáj volt valahogy megoldanunk. Tehát hogyan lassítsuk le annyira, hogy kényelmesen leszállhasson, úgy, hogy az ne legyen hatással a végsebességre? Fékszárnyakkal. A Douglas által feltalált fékszárnyak minden modern repülőgépen megtalálhatóak. Ha leszállásnál a szárnyak kissé lejjebb mozdulnak, az lelassítja a sebességet. Felszállásnál azonban növeli a gép felvonó erejét, amelynek segítségével a repülő rövidebb pályán lassabb sebességgel is fel tud szállni. A DC-1-es ugyan sosem került gyártósorba, azonban hatalmas ugródeszka volt a jövő számára. 1934. májusában Douglas bemutatta új repülőgépét, a DC-2-est 14 üléssel. Ez az elődjénél gyorsabb és erősebb gép azonnal a feje tetejére állította az ipart. A DC-2-es hatalmas szenzáció lett. A TVA rekordidő alatt használatba is vette az új gépeket. Itt volt egy gép, mely még a katonai repülőgépeknél is gyorsabb volt. Azonnal a címoldalra került. A DC-2-es 4-jel több utas szállított, mint a Boeing 247-es. Gyorsabb és simább utat biztosított, és kevesebb üzemanyagot fogyasztott. A Douglas azonnal bele is kezdett a tömeggyártásba. Amikor az új repülőgép szolgálatba állt, pillanatok alatt elavulttá tette a jó öreg 247-est. A Douglas jelentős győzelmet aratott riválisával a Boeinggel szemben. Azonban a légi közlekedés legnagyobb áttörése mégsem ez a pillanat volt. ...1935 májusa. Az új DC-2-es megrendelései csak úgy özönlenek a Douglas Aircraft Company-hoz. Donald Douglas álmodni sem mert ekkora sikerről. Rengeteg pénzt kerestek, ami abban az időben szinte példátlan volt a repülőiparban. Ezután Donald Douglas váratlan hívást kapott az American Airlines fejesétől. Sia Smith egy kis módosítással akarta a repülőt. Azt várta el, hogy a gépbe ülések helyett 14 ágyat helyezzenek el. Douglas borzasztó ötletnek tartotta, és nem is akart részt venni benne. Az alvó gép egy zsákutca volt, nem is lehetett volna sokat gyártani belőle, és egyáltalán nem úgy működött volna a dolog, mint ahogy azt C.R. Smith elképzelte. De ezután Smith olyan ajánlatot tett Douglasnek, amit nem tudott elutasítani. 10 repülőt akart rendelni 795 ezer dollár fejében, ami ma 14 millió dollárnak felel meg. De a tervezés nem volt egyszerű. Az ágyak beszereléséhez a DC-2-esnek 50%-kal nagyobbnak kellett lennie. Ha egy repülőgép bővítéséről van szó, akkor szó szerint meg kell nyújtani, hosszítani, de ebben az esetben szélesíteni kellett. A korai gépek leginkább egy repülődobozra hasonlítottak.
de a négyszögletes törzs ellehetetlenítette a repülő méretének növelését. A 30-as évekre a repülőgépek törzse kerekebb és erősebb lett. Raymond és csapata feszegetni kezdték a határokat. Végül előálltak a világ legnagyobb kerek repülőgép törzsével. A henger alakú törzs nem csak hogy áramvonalas, de meg is erősíti az egész szerkezet stabilitását. A kerek átmérőjű törzs növeli a repülőgép erejét. Semmi hiba nincs benne, nincsenek sarkai. Egyszerűen egy erős dizájn. A DC-1-es törzsével kombinált új gépezet nagy ugrást jelentett a repülőgépek méretének és súlyának történelmében. A Douglas ismét megcsinálta. Létrehozta a világ legnagyobb és legtakarékosabb repülőgépét. De az alvó fülke nem hozott túl nagy sikert, így hamar ki is vonták őket a forgalomból. De Donald Douglas nem bírt beletörődni, hogy tervei a fiókban végezzék. Douglas és Raymond elég sokat gondolkozott a dolgon, és hamarosan átütő eredményre jutottak. Douglas úgy vélte, ha lecserélik az ágyakat ülésekre, az 50%-kal megnövelné az utasok számát. Így született meg a DC-3-as. Az a mérnöki csoda, amely minden mai modern utasszállító alapja. Felépítéséhez 6000 emberre és 500 000 csavarra volt szükség. Ráadásul, habár 3%-kal több üzemanyagot használ, mint elődje, 7 extra utassal ez volt a világ első igazán nyereséges utasszállító gépe. A Douglas csapata megcsinálta. Megvetették a tömegek számára elérhető légi közlekedés alapjait. Amikor a DC-3-as elkészült, igazi elismerést kapott, mint új légi közlekedési forma. A repülés immáron nem csak a kalandorokat érdekelte, hanem a mindennapok részévé vált. Korábban egy-egy út a keleti és a nyugati part között akár 25 óráig is elhúzódott. De a DC-3-as ezt az időt is megfelezte. És ami a legfontosabb, hogy biztonságérzetet keltett az utasokban. Nem adott ki furcsa hangokat, és nem volt kellemetlen füstös szag rajta. Fűtést is szereltek bele, így télen sem volt hideg. A cél mindeddig az volt, hogy kreáljanak valami normálisat és biztonságosat, és a DC-3-as pontosan ilyenre sikerült. Ahogy elterjedt a híre, minden légitársaságnak ez a gép volt az első számú választottja. Az Egyesült Államokban és az egész világon. A repülésből kellemes élmény lett. Kér egy cigarettát? Nem, köszönöm, de egy újságot elfogadnék. Már is hozom. Az utasoknak olyan luxusban volt részük, amelyre a kisebb gépekben nem volt lehetőség. A DC-3-as közreműködött egy új munkakör elterjedésében is. Megjelentek a légi utas kísérők. Vicky Harrell a 40-es években a TWA DC-3-asának fedélzetén teljesített szolgálatot. Lenyűgöző időszak volt. A TVA egy igazi fényűző légitársaság lett. Főleg hírességek és üzletemberek utaztak vele. Sok mindenkit megismertem. A férfiak elkérték a telefonszámunkat, meg ilyenek. Az újdonsült légi utas kísérők nem is tudtak volna jobb állást elképzelni maguknak. Nagyon élveztem. Csodálatos volt, imádtam a munkámat. Hamar elterjedt, mint női munka, de a bekerülés nem volt egyszerű. 1935-ben 2000 nő jelentkezett a csupán 43 állásra a TWA-nél.
A bekerülési feltételek kemények voltak. A jelentkezők magasságának 152 és 162 cm, súlyuknak pedig 45 és 53 kg között kellett lennie. A súlykorlátozást igen szigorúan vették. Minden hatodik héten lemértek minket, még mielőtt felszálltunk volna. Ha valakit háromszor, négyszer azon kaptak, hogy hízott, azt kirúgták. De a képzés nem csak a jó megjelenésről szólt. Mindent meg kellett tanulnunk a repülőgépekről. Tanultunk meteorológiát, aerodinamikát, illetve azt, hogy hogyan elégítsük ki az utasaink igényeit. A legfontosabb az volt, hogy meg tudják nyugtatni az aggódó utasokat. Néhányan igen idegesek voltak, így természetesen megpróbáltuk lenyugtatni őket. Ebben jó voltam. A légi utaskísérőknek minden eshetőségre fel kellett készülniük. Nagy zsebekkel rendelkező köpenyt is kaptak, melyben csavarkulcs, kalapács és vasúti menetrend is el volt rejtve. Erre azért volt szükség, hogyha a rossz időjárás miatt kénytelenek leszállni, tudják, hogy honnan és mikor megy a következő vonat. Hat évvel indulása után a DC-3-as megtett kilométerei a hatszorosára nőttek az amerikai piacon. 1939-re 350 DC-3-as gyártottak le a Douglas gyárban, mely idővel az egek királynője becenevet kapta. A becslések szerint az Egyesült Államok gépeinek 80%-a vagy DC-2-es vagy 3-as volt. Nagyon jó repülők voltak. A DC-3-as befutásával elérkezett a kereskedelmi repülés fellendülése. A repülőgép kiérdemelte a történelem legmegbízhatóbb szolgáltatásának érdemét. A DC-3-as segített helyrehozni a gazdasági világválság okozta károkat. Hamarosan pedig újabb feladatot kapott, hogy mentse meg a világot egy szörnyű fenyegetéstől. December 1941-ben Pearl Harbor lerohanása után az Egyesült Államok hadiállapotot hirdetett. Ez a gyalázat napja. A halál elpusztít mindent, amit eddig felépítettünk. A japánok váratlan és alattomos támadása miatt országunk ma hadban áll. A hadseregnek szüksége volt egy erős repülőre, a csapatok és felszerelések szállítására. De egy új gép megtervezése túl sok időbe telt volna. Szerencsére az amerikai kormány és a katonaság már korábban átgondolta ezt a problémát. Roosevelt végignézte a légitársaságok által használt repülőket, és meg is találta a megfelelőt, a DC-3-asat. A parancsot kiadták. Készítsék fel a DC-3-ast a háborúra. A Douglas csapat a munkához lát. A feladat utasszállítóból harci repülőt csinálni. Ha belegondolunk, kicsit ironikus, hogy egy ilyen gépet katonai célokra használtak fel. Lényegében annyit csináltak, hogy tettek rá egy plusz ajtót, és megerősítették a padlót, hogy elbírja a nehezebb súlyokat is. Valójában egy olyan erős gépről volt szó, hogy nem is volt szükség nagyobb módosításokra. A DC-3-as új neve C-47-es lett. 1944-re minden 34. percben kigurult egy új C-47-es a gyártósorról, melynek legtöbbje brit kezekbe került, és a Dakota nevet kapta. A DC-3 C-47-es egy csodásan felépített gép volt. Nem tudták, hogy mennyire kell majd ellenállónak lennie a gépnek. Így úgymond még kicsit túlzásba is vitték a dolgot. A C-47-es raktéri ajtaján be tud hajtani akár egy 1 tonnás jeep is.
28 vagy akár annál több katona szállítására is képes. Burmában az egyik Dakota 65 sebesültet szállított el. A C-47-esen és a Dakotán érkező csapatok és ellátmány fontos szerepet játszottak a háborúban. A C-47-es kritikus része volt a háborús erőfeszítéseknek. Eisenhower tábornok azt állította, hogy ez volt a szövetségesek leghatékonyabb fegyvere. De a C-47-es legszebb órái a háború legkritikusabb pillanatában jöttek el. A D-nap előestéjén Julian Budrice 21 ejtőernyőssel a fedélzeten átrepült a La Manche csatorna felett. Egyenesen az ellenséges tűz közepébe. Tisztán láttuk a légvédelmi bombák és a nyomkövető lövedékek kilövését. Szinte lehetetlen volt elkerülni őket. Az volt a szerencsénk, hogy volt nálunk néhány géppuska. Ahogy a C-47-es egyre közelebb ért Franciaország partjaihoz, a 21 éves Don Jakeway felkészült élete legborzasztóbb pillanatára. A parancsnok ott állt az ajtóban, és aki habozott a leúrásnál, azt egyszerűen lelőtte. Ahogy zuhantunk lefelé, hallottuk, ahogy a lövedékek átütik az ejtőerőt. Tudtuk, hogy ott vannak a németek. Abban a pár percben mindannyiunknak halálfélelme volt. Az első hullámban 821 C-47-es vett részt. Azonban ezek közül csupán 21 volt, amely a célterületre juttatta az ejtőernyősöket, és aztán visszatért. Köztük volt Budrice is. A gépet többször is eltalálták. Szerencsés vagyok, hogy épségben megúsztam, egy karcolás sem ért. Don Jakeway közel 8 hónapot harcolt Európában, amikor eltalálta egy náci mesterlövész. Egy belgiumi kórházban találkozott egy régi barátjával. Megláttam a C-47-est, amit átalakítottak mentőrepülővé, különfülkékkel. A D-napi invázió során több mint 8000-en sérültek vagy haltak meg. A csapat szállító C-47-esek ezután mentőrepülőkké váltak, és ott szálltak le, ahol csak tudtak. A Gunnybirdnek elnevezett gép közel 1 millió sebesültet evakuált a háborús övezetekből. Az ellenség kezében nem volt olyan gép, amely a C-47-es kapacitásával felért volna. Sokat köszönhetünk neki. A C-47-es örökre beírta magát a történelembe. Miért tud hatékonyan reagálni a NATO válsághelyzetben? A gépek teherbírásának köszönhetően, ez pedig már a II. Világháborúban is jellemezte a C-4-est és a Dakotát. Habár az utolsó DC-3-ast 1946-ban építették, még a mai napig is százával állnak szolgálatban. Ez az egyetlen háború előtti gép, amelyet még ma is használnak. Rob Bolling DC-3-asa a Kalifornia partjainál található Catalina szigetre érkezett. Csodás dolog, hogy ez a gép még köztünk van. Nagy szó, hogy ennyi mindent átélt. Ez bizonyítja, hogy milyen jó gép is valójában. Megtiszteltetés, hogy repülhetek vele. Élő történelem ez a gép. Rob évente 1300 tonna árut szállít vele időjárástól függetlenül. Szeles időben is jól irányítható. Ha az ember jól bánik vele, jól is viselkedik. 69 éves kora ellenére a DC-3-as még mindig egy erős teherszállító repülőgépnek számít. Az a jó a DC-3-asban, hogy igen gazdaságos a működtetése.
1945-ben több ezer feleslegessé vált katonai repülőt adtak el. De a C-47-es új esélyt kapott. Sebessége, hatótávolsága és tűrőképessége megváltoztatta a globális légiközlekedést. A leszerelt C-47-esek és a Dakoták voltak azok, amelyek lehetővé tették a légiközlekedés terjeszkedését az egész világon. Egyfajta ikonok lettek ebben az iparágban. Az újjászületett DC-3-as tökéletes gépnek bizonyult a kontinentális légiközlekedéshez. Hatékonyan el lehetett vele jutni Amerika és Európa bármely pontjára. Ebben az időszakban légitársaságok tucatjai tudtak nagyon olcsó áron kiváló repülőgépekhez hozzájutni. 1946-ra 1500 DC-3-as szállt fel hosszabb, rövidebb utakra az egész világon. A DC-3-as belépett a második generációba. Habár ezután nem ő volt az utasszállítók sztárja, de továbbra is ideális volt mindennapi használatra. Több ezer veterán pilóta érkezett haza Amerikába, hogy munkát keressen. Sokan közülük újra a levegőbe emelkedtek, de ezúttal békés szándékkal. A DC-3-as egyáltalán nem került sokba. Akárki vásárolhatott párat, és egy kis szerencsével akár nyithatott is egy nyereséges légitársaságot. Megfizethetősége miatt ezután több ezer ember számára vált elérhetővé a légi közlekedés. De alig vette kezdetét a DC-3-as békés kereskedelmi felhasználása, ismét szükség lett rá a harctéren. június 24-én Sztálin leadta első sortüzét. A szovjetek blokkádot építettek Berlinben, hogy elvágják az ellátmányt a szövetségesek uralta területek elől. A cél, hogy megadásra késztessék az embereket, és elfoglalják a várost. Az orosz hódítók kegyetlen ridegséggel fordulnak az ellenséges németek felé. A brit szektorban élt egy fiatal lány szüleivel és két kis testvérével. A blokkád felépítésekor Stephanie Plumb csupán 16 éves volt. Lezárták az utakat és a tengeri útvonalakat is. Mindent. A körülmények nagyon rosszak voltak. Háború után voltunk. Teljesen elpusztították Berlint. A fő erőmű keleten a szovjetek kezére került, így a helyiek ki voltak szolgáltatva az oroszoknak. Amikor ahhoz volt kedvük, lekapcsolták az áramot és a vízellátást. Nem volt elég étel, mindig a gyerekeké volt az elsőbség. A helyzet kilátástalan volt. De a berliniek azt nem tudták, hogy a szövetségeseknek van egy mentőövük, amelynek szíve a C-47-es. június 1948. Berlin. A szovjetek továbbra is blokkád alatt tartják a szövetségesek uralta berlini területeket. 2 millió berlini áll az éhhalál szélén. A kis húgom folyton sírt, mert éhes volt, de csak vizet tudtunk adni neki. Sorstársaihoz hasonlóan idővel Stephanie Plumb is egyre kétségbe esettebbé vált. Találtam a lakásunkban pár papír zsebkendőt, és úgy döntöttünk, hogy megesszük egy kis vízzel. Az oroszok azt hitték, hogy az amerikaiak elfeledkeztek rólunk, pedig nem. A szövetségesek mindent megmozgattak, hogy ellátmányt szállítsanak a rászorulóknak, és megtörjék a blokkádot. Erre a feladatra természetesen az akár 3,2 tonnát is elbíró C-47-eseket választották.
1948. június 26-án szállt le az első C-47-es Berlinben. Meghallottuk a repülőket, és arra gondoltunk, mi történik? Talán ételt hoznak nekünk? A gépek 30 másodpercenként szálltak le. A szövetségesek több ezer tonna szenet, ételt, tejet, szappant, ivóvizet és gyógyszert szállítottak. Stephanie Plum szülei megkérték a lányukat, hogy nézze meg, mi történik a Tempelhof repülőtéren. A németek úgy özöllettek a repülőkhöz, mint a hangyák. Folyamatosan lefelszálltak, 24 órán keresztül, viharban, szélben, esőben is. Constantly in thunderstorms, in the rains going sideways, in foggy skies, no landing lights. The sky was for a year. Egy pillanatra sem álltak meg. De sajnos ez a jó cselekedet sem maradt áldozat nélkül. 25 repülőgép zuhant le a mentőakció során. A pilótáknak sokszor szűk helyeken kellett áthaladniuk úgy, hogy szovjet gépek is üldözték őket. július 25-én egy C-47-es belecsapódott egy épületbe. Mindkét amerikai pilóta meghalt. A németek felállítottak egy táblát elhunyt szeretteik emlékére. Összesen 101 pilóta és civil vesztette életét a mentőakció során. A légi mentőakciót egy éven át megállás nélkül folytatták. Mire 1949. májusában a megalázott szovjetek eltörölték a blokádot, a C-47-esek és utódjaik a C-54-esek órája elérte a 150 millió kilométert. Ez egy megdöbbentő eredmény volt. Megetettek minket, és jók voltak hozzánk. Sohasem felejtem el, mit tettek értünk az amerikaiak. Leírhatatlan érzés volt, és máig is az. A C-47-esek később a koreai és vietnámi konfliktusokban is részt vettek, a féle háborús veteránokként. De a 60-as évekre a repülővel ellentétben feltalálója már nem volt a régi. Egy nap Donald Douglasnek találkozója volt egy légitársasággal egy új modellel kapcsolatban. Az asztalnál azonban nem ültek sem mérnökök, sem tudósok, sem kreatív tervezők, csupán könyvelők és ügyvédek. A világ megváltozott körülötte, de őt ez már nem érdekelte. A háború után számos új repülőt terveztek azzal a céllal, hogy lekörözzék a DC-3-ast. De mind elbukott. Emiatt később elnevezték a repülőgépek Szent Grájának. Egy gép sem ért fel a DC-3-as sokoldalúságával, megbízhatóságával és trapabírásával. Az akkori mérnökök és tervezők tudták, hogy mi az, amit elvárnak egy jó repülőgéptől. Próbáltak erősebb és nehezebb gépeket tervezni. De amíg a DC-3-as a levegőben volt, szinte lehetetlennek tűnt nála jobb repülőt tervezni. A DC-3-as a motoros repülés történelmének több mint kétharmadában részt vett. Ez a gép mindenki szívét meghódította. Csodálatos repülőgép volt, nagyon könnyű volt vezetni. Láttam már úgy is, hogy tele volt lyukakkal, és kiégett a motor is. Mégsem adta fel. A C-47-es a valaha volt legjobb repülőgép. A DC-3-as tette a globális légiközlekedést rutinná, és gyorsította fel az ipar fellendülését. A DC-3-as bebizonyította az emberek számára, hogy a repülés lehet biztonságos és kényelmes is, és hogy egy légitársaság is lehet sikeres.
Sokan azt állítják, hogy nincs még egy olyan repülőgép, amely ekkora nyomot hagyott volna a történelemben. Ha megnézzük, miként is fejlődött a légiközlekedés egészen a Jumbo Jetig, szívében ott van a 30-as, 40-es évek Douglas DC-3-as. Ez a gép volt az amerikai légiközlekedés lelke. A Douglas Aircraft Company kemény munkája létrehozta a modern repülőgépek szabványát, amely alapjaiban megváltoztatta a gépek felépítését egészen napjainkig. Minden mai repülőben ott van egy kicsi a jó öreg DC-3-asból. A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából a Masterfilm Digital készítette.